kerekasztal beszélgetésünk, ugye mi így csináljuk, a vállalati stratégiák, a fenntartási nagyon, nagyon helyes kérdés, és nagyon jó, jó kérdés. Tehát én azt mondom, hogy én hogy csináltam nagyon röviden. Tehát gyakorlatilag 20 évvel ezelőtt egy kis sufnituminkba vagy varázsszerű építménybe kezdtem a pályafutásomat, úgyhogy én saját magam dolgoztam, de olyat csináltam, amihez értettem. Mert úgy gondolom, hogy még ma is értem. Tehát magyarul nem azt gondoltam, hogy én valamira értek a telekommunikációt, és akkor elkezdek most egy, és látom, hogy nagyon jól megy a telekommunikációs cégeknek, a telefonutásáknak, akkor én is csinálok egyet, mert biztos nekem is jól fog lenni. Tehát én nem ezt csinálom, tehát azt csinálom, ami az értek. Úgyhogy saját magam kezdtem el dolgozni, és igazából a megtermelt nyereséget, ami kezdetben nyilván nagyon szerint volt, azt mindig visszaforgattam, visszarégott a 20 év alatt, talán egyszer vettem fel, akkor sem olyan mértékben, hogy az megrendesse a cégnek a pénzügyi helyzetét, és gyakorlatilag a 20 év alatt a évenkénti a folyamatos megújulás, az új berendezés, új technika mindig fejlettebb, mindig korszerű technológia bevezetésével értem el oda, hogy végül is 15 éve, 16 éve vagyok vagy a Csaba Metál autóipari beszállító, és hát el tudom mondani azt, hogy azért Európában teljes mértékben jelzik a nevét, hiszen nagyon kevés márkát tudnék mondani, hogy ma leszállítanánk be, ha nem is tévedes közvetlen beszállítással, a rendszerbeszállítókon keresztül. Tehát, de tévedes, tehát közvetlen beszállítója csoportnak a Volkswagennek is, meg a BMW-nek is. És gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az, ami a sikert, illetve hát egy nagyon jól menő, azt kell, hogy mondjam, tehát nem nagy képűség, egy nagyon jól menő vállalkozást sikerült felépítenem, az tulajdonképpen az, hogy a megtermelt nyereséget folyamatosan visszaforgatva, és a nagyon hát folyamatosan megújulva, mindig innovatívan hozzáállva a legújabb technológiákat, technikákat állította csatasorba, és így gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy most már nagyon gondolkoznom kell, hogy ismét egy új üzemet építsek. Két éve építettem egy újat, de valószínűleg bővíteni kell, mert egyszerűen olyan óriási az igény a termékek, az általam gyártó termékek iránt, hogy nem tudok eleget tenni a megrendeléseket. Tehát én ezt gondolom, hogy én így csináltam. Tehát, hogy most ki hogyan csinálja, vagy csinálta, nem tudom. Tehát semmiféle komolyabb tőke, vagy tőkés partner, vagy hátszél, vagy tehát abszolút semmilyen olyan plusz tőke nem volt mögöttem. A banki hitelek, illetve azok a pályázati pénzek, amiket megnyertem, ami nem kevés végül is, hát annak a segítségével is ha már a Balázs úr megemlített, hanem egy nagyon jó banki háttér, amit az MKB biztosít, az elengedhetetlen, bármilyen vállalkozás is van, és bármit mondanak itt a bankárok, hogy így van pénz, meg így adnának, meg úgy adnának pénzt, ez nem igaz. Tehát nemes egyszerűségem nem igaz. Én tudom, hát voltam egy korábbi konferencián, fölírták, hogy kiknek adnának szívesen, aki milyen kritériumoknak felelnek. Hát én megreckíroztam akkor is, meg most is megreckírozom, hogy Magyarországon nem hiszem, hogy magyar cég létezik. Lehet, hogy létezik, de biztos, hogy vannak nagyon ismerek olyan céget, aki hitel nélkül dolgozik. De az megfelel ezeknek az előírásoknak, de az meg nem megy a bankba, hanem inkább betétet helyez el. Tehát nem kell neki a hitel. Azt hiszem, hogy hallottunk tényleg egy nagyon jó recetet, hogy adottak ennek a témakörnek a címe, hogy növekedési életkötési stratégiát, hogy mindenféleképpen egy jó megközelítés. Milyenk, hogyha én a Vodafone-ról beszélek röviden,
Szóval mi indulási pontunk az volt, hogy válasz egy olyan iparágat, ami dinamikusan nő és fejlődik, és valahol a pozitív irányban van, az nálunk ez volt az indulási pont. Tehát a mobil technológia, hogyha belegondolunk, szerintem az elmúlt évtizedekben a leggyorsabban fejlődő iparág volt. Gyakorlatilag a felhasználóink száma szerintem a ugye kb. 6,5, lassan 7 milliárd ember használ mobil eszközöket, tehát gyakorlatilag szinte mindenki a világon. Azt hiszem, hogy a mobil technológia forradalmasította a kommunikációt, információ áramlást, és hát húzzuk utána többi iparágat is, úgyhogy mindenféleképpen nálunk ugye ez egy jó indulási pont volt, hogy egy olyan iparágat találtunk, ami dinamikusan nő, és hát a lehetőségek azok tényleg fantasztikusak, hiszen ugye mondtam 6,6 milliárd mobiltelefon van az emberek kezében a világon, de egy még szebb vagy biztató számos, hogy a Ericsson nemrég publikálta, hogy várhatóan 2020-ra 50 milliárd gép-gép kapcsolat lesz megvalósítva mobil technológia segítségével, tehát az ötletben még inkább dinamikus növekedés várható. És hát nyilván ez a nagy dinamizmus, ez magával hozza azt, hogy újabb és újabb lehetőségeket próbáltunk és próbálunk keresni, és hát szerencsére mi itthon, de azt hiszem, hogy elég általános megtaláltuk a további kitörési pontokat. Az elmúlt időszakban elég intenzíven investáltunk a mobil internet irányába, ami egy olyan technológia lehetőség, hogyha nem tudom, most nem akarok keresztkérdéseket föltölni, de az elmúlt 3 órában szerintem az itt levőknek egy jó része az közben megnézte, hogy áll a magyar forint, illetve milyen hírek történtek a mobil telefonján helyett tett ezt lehetővé, tehát azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy ilyen kitörési pont, és még mindig tavaly éppen a előfizetői szám 40%-kal nőtt a mobil internet területe, és mindig csak 40%-os alapadatáció, tehát itt rettentően a növekedési pályánk van. Ugyanezek az okos telefonokra, tehát ezek az újabb telefonok már egyre több lehetőséget nyújtanak az intelligensebb és egyre több fajta felhasználásra. Mobil alkalmazás, mobil technológia segítségével nagyon fantasztikus dolgokat lehet ma már megcsinálni, hogy egyszerűen tényleg mindenki csak csodálkozik, hogy ezt is megcsinálhatod. Tehát ezek azok a fő pontok, amik mindenféleképpen nálunk az előrejutást segítették, és hát mondjuk jönnek az új lehetőségek. Azt gondolom, hogy ma még nincs itt, de ma már lassan itt van, és következő pár évben itt lesz az a új technológia, ami mobil eszközök segítségével megmutatunk, mert NFC, ez a Near Field Communication rövidítése, de gyakorlatilag az, amikor telefon segítségével fizetjük ki a különböző jegyeinket, a beléptetőrendszerekhez ezt használjuk, a bankkártyánkhez ezt használjuk, tehát egy új áttörési lehetőség szinte a mobil technológia hozza. Ma már egyre több mobil készülőben van építve a tulajdonság, és a jövőben szerintem egyre inkább el is átkörül. Tehát én azt gondolom, hogy a kezdeti ponttól leszámítva, hogy túl jó volt a kommunikációnk és a marketingünk, és emiatt bennünket találtak meg többet jött a különökkal. Ezt leszámítva azt gondolom, hogy a maga az iparágban pedig pozitívabb jövőképpen.